Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, köszönjük szépen, hogy részt vesznek ebbe a Babafa akcióba, ami gyakorlatilag 2016 óta megy a kerületben, és hála Istennek annyi újszülött van, illetve annyi szülő és nagyszülő, aki vállalja ennek a ódiumát, hogy kér egy fát, utána igyekszik azt ellátni, hogy az első hely, ugye az a centenáriumi lakótelepen volt, az betelt, úgyhogy az idén Önök az első fecskék itt a Csíkszentmihály téren fogadják szeretettel ezt a kis teret, és reméljük, hogy jövőre újabb helyet kell keresnünk ennek a Babaligetnek. Nem tudom, mennyire tudják, hogy ugye a Babaligetben, tehát nem csak ennyi újszülött van, ahány fa van a Babaligetben, hanem ide csak azok ültetnek, akinek valamilyen oknál fogva ugye a kertjében nem tudja, vagy maga elé nem tudja elültetni. Úgyhogy hála Istennek bőséges gyermekáldás van itt a kerületben. A szülőket arra bíztatom, akinek pláne az első, hogy csak így tovább. A babafa helyet azt mindig találni fogunk itt a kerületben. Most a Covid miatt azért szerveztük így, eredetileg a centenáriumi lakótelepen mindenki aktívan részt vesz az ültetésben, csak most ezért közreműködtek a kerületgazdák, hogy minél kevesebbet legyünk egymáshoz közel, már csak az egészség miatt is. De ennek ellenére, főleg az apukákat, nagypapákat arra kérem, hogyha egy kicsit szeretnék magukat összesározni, akkor íme itt a lehetőség, és akkor utána mindenki választhat magának fát. Kérdés van-e? Ezt föl szoktam tenni, és mindig hála Istennek nem tesznek föl kérdést, mert nem biztos, hogy mindenre tudnék válaszolni. Úgyhogy akkor szerintem kezdjük el. Mizsei László, a környezetvédelmi és klímavédelmi bizottságnak az elnöke, úgyhogy ő is nagy apostola ennek a faültetésnek, úgyhogy ő a legfőbb favédő komandós itt a kerületben, úgyhogy ha bármilyen fát ki akarunk várni, akkor önmagát odaláncolja a fához, és amíg nincs jogerős fakivágás, addig ott is marad. Nagyon örülünk neki, hogy sokan jelentkeznek erre a programra. Ez nem csak simán faültetésről szól, hanem ahonnan ez származik, az ötlet Kanadából, ezt még a Zöld Ombudsman hozta be annak idején Magyarországon, és azt mondta, hogy tessék, itt van, használjátok Magyarországon is. Tehát ő mesélte azt, hogy közösségi eseményeket szoktak itt csinálni. Tehát a télen fel kéne kupacolni, úgyhogy a törzse körül legyen egy ilyen kis földkupac, hogy a fagytól megvédje, és akkor majd tavasszal van az, hogy ki kell tányérozni, mert akkor úgy lehet jól öntözni, hogy megmarad a tányérjában a víz.